Én az LMP országgyűlési képviselője vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az imént már Pál Tiborral beszéltünk arról, hogy ki mit nehezményez a most tárgyalt módosításokban. Önök azt mondják, hogy az erősek még erősebbek lesznek. Miért? Ugyanígy a kompenzációs mandátumok miatt, vagy mi alapján mondják ezt? Hát kezdjük egy kicsit a másik végén. Ugye mi alapvetően részvételi elvet képviseltük, tehát hogy nem lehet keresztül vinni egy alkotmány módosítást ilyen gyorsan, és ennek ugye az egyik összetevője csak az, hogy az erősebbek és a gyengék pozíciója hogyan alakul. Alapvetően mi azt képviseltük, hogy a 200 főt így rögzíteni az alkotmányban, anélkül, hogy tudnánk, hogy a választási törvény hogy fog kinézni, az nem igazán egy demokratikus és részvételi elvű megközelítés. De ez maximum 200 fő, tehát ez lehet 199, meg lehet 151 is. Bármi az a szám, az hogy jön ki? Tehát amíg nem tudjuk, hogy hogy jön ki, addig ez eléggé légből kapott. Ez egy elv. Tehát a Magyarországgyűlés 200 főnél ne legyen nagyobb. Tehát gyakorlatilag nem az szabja meg, hogy a magyar országgyűlési képviselők létszáma az kereken 142 kell, hogy legyen, tehát nem ezt vették bele az alkotmányba, hanem az, hogy 200 fős lehet maximum az országgyűlés létszáma. Tehát innentől kezdve ez egy elv, tehát aztán lehet matekolni, hogy ez 197 vagy 198. Persze, csak tehát ugye, ha úgy jutunk az eredményhez, hogy előre meghatározzuk, hogy annak hol a felső alapja, és úgy kell matekoznunk, hogy az kijöjjön, azért az egy más folyamat. De ez csak az egyik, tehát a matekozás az egyik része a dolognak. A másik, azt hiszem, a súlya a dolognak. Tehát, hogy mi végig azt mondtuk, és az egész programunk és a munkakultúránk arra alapoz, hogy beszélünk az emberekkel, nem egynapos vidéki villámlátogatásokon, hanem nagyon komoly csatornákon kérdezzük meg a választóink véleményét. Tehát alapvetően az első számú problémánk nekünk az volt, hogy a nemzeti együttműködés számunkra azt jelenti, hogy érdemi viták folynak a parlamentben. Ezt egy alkotmánymódosítással már is láthatjuk, hogy ez nem valósul meg, és ezt mindannyiszor szóvá fogjuk tenni. Tudom, hogy ez egy elvi kérdés, de az elvi kérdéseket szerintem nagyon fontos föltenni. A egynapos vidéki villámlátogatás említésekor a nemzeti konzultációra gondolt? Igen, tehát ugye beszélt a parlament elég hamar az első érdemi nap folyamán, illetve az este folyamán, a nemzeti együttműködési rendszerről is, amiről én például elmondtam azt, hogy az nem egy napon, akár egy választás éjszakáján megszülető fogalom, az egy nagyon hosszú távú, 4-8 akárhány éven keresztül folyó munka, amit mindannyiunknak... Tehát annak ki kell alakulni az együttműködésnek. Pontosan. Nem, hétfő reggel 8-kor elkezdődik. Pontosan, tehát nem politikai nyilatkozata, nem ilyen számunkra egy kicsit ilyen villámlátogatásnak tűnő, ugye jó szándékú, de formájában azért nem igazán érdemi egyeztetésekkel, és ott kell kezdeni, hogy a parlamenten belül kell kialakítani azt a bizalmat. Tehát én azt mondtam akkor, hogy nézzünk körül, a ház készen áll arra, hogy egy nemzeti együttműködésben együtt dolgozzon, lehajtott fejjel, alázatosan? Nem. Nem úgy tűnik, úgy tűnt, hogy megy tovább ez az adok-kapok. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy folyamat, és ennek nagyon erősen kell egy részvételi elvet adni, mert az LMP ezzel tartozik a választóinak. Tehát mi tényleg nem azért mentünk oda, hogy elmondjuk okosan, hogy mit gondolunk, és aztán utána történik, ami történik, hanem képviseljük azokat az elveket, amiket végigképviseltünk a kampányban. Például itt a választási törvény módosítása kapcsán is elmondták, hogy hát hogy lehet ezt széleskörű egyeztetés nélkül megvalósítani. Na de hát hányszor volt már egyeztetés? Tehát a választási törvény módosításáról a parlamenti pártok az biztos, hogy legalább 10 éve egyeztetnek, ha nem több, aztán sose jutottak dűlőre, de e témában számtalan fórum is volt már, tehát nem csak a politikai résztvevők vitatkoztak erről. Hát igen, ezt ma reggel is hallottuk, hogy erről már milyen sok beszélgetés folyt a parlamenten belül. Ez az, amiben az LMP egészen mást képvisel. Az, hogy a parlamenten belül milyen viták folytak egészen mostanáig, ugye a nyilvánosság meglehetős kizárásával, az egyáltalán nem biztosítja azt, hogy szakértő civil szervezetek, azok az érintettek, akik minden szervezetnek a munkájában, és így az ország munkájában is kell, hogy részt vegyenek, ezeket gyakorlatilag egy fal választott el, egy ilyen üvegfal választott el eddig a politizástól. Mi arra építettünk, és ezt építettük bele a programunkba, hogy azok után, hogy befogadunk véleményeket, és megkérdezzük az embereket, kialakítunk egy álláspontot, ami természetesen már nem egy az egyben azt képvisel, hiszen
Azért ma Magyarországon a populáris álláspont az egy jóval konzervatívabb álláspont. Mi azt mondtuk, hogy meghallgatjuk az embereket, és abban azt nézzük meg, hogy mi szolgál hosszú távú érdekeket, mi szolgál jövő generációk érdekeit, mi szolgálja azt, hogy a politikai kultúra, a munkakultúra megváltozzon. Tehát nagyon fontosnak tartom, ahogy az előbb említettem, az elvi kérdéseket és a hogyan kérdését. Tehát ebben a egyeztetés dologban is én azt hiszem, hogy egy újfajta szótárat kell kialakítunk. Az nem egyeztetés, hogy pusztán a parlament falain belül beszélgetünk egymással, és azért az, lássuk be, az sem volt túl eredményes eddig. Az biztos, hát kíváncsi vagyok, hogy most milyen eredményes lesz a beszélgetés, mert gyakorlatilag megkapták az ellenzéki pártok a lehetőséget a bizottságokban való részvételi szám tekintetében is, akár a mostani a választási törvény kidolgozásával kapcsolatban is, tehát paritásos bizottság jön létre. Csak én azt nem tudom, hogy hogy fog ez majd zajlani a hétköznapi életben, tehát az effektíve munka közben, tehát hogyha az ellenzéki pártok egységesen egy közös akaratra jutnak, és azt mondják, hogy na, akkor mi azt akarjuk, hogy ennyi és ennyi legyen a parlament létszáma, így és így legyen, akkor azt majd el fogja fogadni a Fidesz ön szerint? Ugye az ellenzék is szokja egymást, ahogy Schmidt már mondta, tehát azért azt gondolom, hogy egy ilyenfajta megosztottságú ellenzék, ez nem olyan egyszerű, hogy mi csak szépen egységronddal tömörülünk. Én azért hallom azt, hogy mind a három ellenzéki frakcióban nagyon erős ellenállás van abban, hogy így egybeálljunk. És ennek megvannak az elvi okai, tehát egészen más, amikor a Jobbik jobbról kritizálva, amit az MSZP balról, mi megpróbálunk az érdemi javaslat mentén kritizálni, tehát mi nem alapvetően attól tesszük függővé az álláspontunkat, hogy ki mondja, hiszen ez pontosan látszott már most a szavazásoknál, hanem attól, hogy mit mond. Tehát azt hiszem, hogy nem lehet, és ez talán ez az elmúlt pár nap már bemutatott, hogy nem lehet azt várni, hogy az egységes ellenzéki fellépés. Ugyanakkor, mivel még most is próbáljuk megérezni azt, hogy a Fidesz miben gondolja komolyan ezt a fajta együttműködést, mert vannak méltányossági jelentések, egyelőre inkább szóbeli, reméljük, hogy lesz, ugye a paritásos bizottság az mindenképpen az. Tehát egyelőre próbáljuk megérezni, hogy a Fidesz hol helyezi el annak a határát, és például meddig tart ez a fajta egész pályás letámadás, ami ugye az első időszakot jelenzi, mert azt gondoljuk, hogy egy idő után el fognak fogyni ezek az ügyek, amikben a Fidesz tartozik a válaszolynak, ezt keresztül nyomja, és azt gondoljuk, egy idő után ki fog alakulni annak a kultúrája, hogy egy kicsit többet egyeztetnek, és megint csak arra tudok visszatérni, ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Na, hát akkor jó egyeztetés, mert majd beszámolunk róla. Köszönöm szépen, hogy itt volt.